A Festetics Kastély parkjában gyülekeztek a kutyatartók kedvenceikkel, hogy egy városi sétával is felhívják a figyelmet a felelős állattartásra és arra, hogy Keszthely évek óta törekszik a kutyabarát turizmusra. Kiskutyák és nagytestű kutyák, tenyésztett, örökbefogadott, félénk és izgatott kutyusok a parkból a sétáló utcán átvonultak a főtérig. Figyelem, figyelem, itt most már olyan sokan élnek a kutyáinkkal, másként, mint tettük ezt 20 éve, 30 éve, 40 éve. A program egyik házigazdája Barabás Évi műsorvezető, a Kutyabarát Balaton kampány nagykövete volt, aki beszélt a kutyák iránti rajongásáról és küldetéséről. Barabás Évi azt is elmondta, hogy második alkalommal vesz részt a keszthelyi rendezvényen, de több kutyabarát program szervezésében is részt vállalt. Azért, mert megváltozott minden Magyarországon a kutyázással kapcsolatban, tehát az elmúlt 10-15 évben, mintha egy reveláció történt volna az országban, nagyon-nagyon sokan élnek a kutyáikkal most már úgy, hogy családtagnak tekintik, a lakásban él velük, utaznak együtt, boltba szeretnének menni együtt, színházba, szállodába, tehát mint egy kisgyerek úgy kezelik, és úgy is közlekednek. És ezt meg kell tanulni azoknak is, akik nem kutyások, és azoknak is, akik kutyások, mert különben óriási kommunikációs probléma, hegyek lesznek. Magyarországon az állattartási kultúra még elmarad a nyugat-európai normáktól. A keszthelyi kutyás séta főszervezői több célt is megfogalmaztak az egybegyűltek előtt. A felelős állattartás népszerűsítése az egyik fő célunk, mellette természetesen az, hogy a kutyások megosszák egymás tapasztalatait a kutyázásról, a kutyanevelésről. Szeretnénk, hogyha ez a rendezvény tényleg egy tradicionális rendezvény lenne, tehát ha nem is minden évben, egy-két évente megrendezzük. Előre kell lépni. A rendezvényen a város polgármestere elmondta, hogy Keszthely kutyabarát település, de még van tennivaló annak érdekében, hogy a gazdik és négylábú kedvenceik jól érezzék magukat a városban. Vannak programjaink, ugye egyrészt néhány éve nyílt meg egy kutyafuttató, tervezünk majd többet is, de csak úgy, hogy ha ott élő emberekkel le tudjuk egyeztetni, tehát biztos, hogy lesz még több is. Másrészt ugye van a kutyástand, ami már országosan híres, de általában a városban törekszünk arra, hogy a kutyákkal való együttélés az megfelelően meg legyen oldva. Az azt jelenti, hogy majd több helyre be lehet őket engedni, és másik oldalról viszont ugye a kutyapiszokkal, a kutyőrölőkkel kapcsolatban is egy programot indítunk el. A rendezvényre az ország minden részéből érkeztek kutyások. A 2 éves Golden Retriever és gazdája Teskándról érkezett. Mi már kutyás családban nőttünk fel a testvéremmel, és saját kutyusunk most már 21 éve van, úgyhogy ebből Pamacs 2 éve van velünk, az előző kutyusunk pedig még a 18-ba is beleszimatolt. A hangulatos kutyás délelőttön állatorvosi tanácsokat is kaptak a kutyatartók.